A mögöttünk álló hetek és az előttünk lévő hónapok a felelősségről szólnak. Magyarország minden állampolgára felelősséggel tartozik a másik iránt. Ez különösen igaz a véleményformálókra, és az egy közösséget képviselő választott vezetőkre, politikusokra is. Van azonban hazánkban egy olyan párt, mely csak a kormányon kéri számon a felelős viselkedést, miközben ők a legalapvetőbb felelősségi szabályokat sem tartják be. Olaszországban járt, karantén helyett közgyűlésre ment a Paksi Momentum képviselője. Titkolta olasz útját a Momentumos képviselő. A Momentum Paksi önkormányzati képviselője március 5-e és 7-e között Olaszországban, egészen pontosan Nápolyban kirándult feleségével. Ebben az időszakban Itáliában már több százan meghaltak a koronavírus miatt, s leállt a teljes oktatás, számos megyére rendeltek el szigorú karantént. Ekkor már a magyar kormány is hozott korlátozó intézkedéseket, miszerint a veszélyeztetett országokból hazatérőknek önkéntes karanténba kellett vonulniuk. A Momentumos képviselő esetében csak kellett volna. A képviselő az operatív törzs ajánlását nem vette figyelembe, bement a munkahelyére, a Paksi atomerőműbe, sőt, szerdán, azaz 11-én a képviselőtestület munkájában is részt vett, ezzel veszélyeztetve a többi képviselőtársát, illetve veszélyeztetve a munkahelyén dolgozó munkatársait. Ja, igen. Ugyanis Barnabás István amellett, hogy Momentumos önkormányzati képviselő, a Paksi atomerőműben dolgozik, de nem csak ő, hanem a felesége is. Tehát potenciális vírushordozóként körbejárták Magyarország áramellátásának biztosítása szempontjából kulcsfontosságú Paksi atomerőművet és Paks város döntéshozó testületét. Amikor az első koronavírusos esetet regisztrálták Magyarországon, vagy kiderült, hogy iráni diákok az elsők, az első reakciónk az volt, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy ekkora szerencséje legyen Orbán Viktornak, hogy persze nem olasz diák, nem egy magyar állampolgár, hanem egy iráni vendégdiák. Jó azt látni, hogy a világjárvány idején Magyarországon vannak olyan politikusok, akik a vírusnak szurkolnak, és minden lehetőséget megragadnak az önös politikai haszonszerzésre. Donát Anna a felvételen azon sajnálkozik, hogy nem magyar állampolgár kapta el először a koronavírust, mert az Orbán Viktornak rossz lett volna. Ez aztán a felelős, érdekmentes, hazafias mentalitás olyan momentumos. Én sokkal nagyobb kockázatot jelentek Magyarország számára, hogy hetente repkedek Brüsszel és Magyarország között, mint a menekültek. Zárójeles megjegyzés. Nem úgy volt, hogy a momentumosok vonattal utaznak a klímavédelem miatt? Vagy az csak PR-fogás volt? Ilyen nincs. A Momentum már korábban is többször bebizonyította, hogy mit is képviselnek igazából. Nem a magyar emberek érdekeit, biztonságát, hanem egy azzal szemben álló, a nyílt társadalom kiépítését célzó nagy európai liberális programot. Ők kampányoltak Magyarországon a hazánkat közel 10 éve folyamatosan áztató liberális vezérrel, Guy Verhofstadttal a határkerítés lebontásáért. De szintén nagy barátságot ápolnak a Magyarország elleni akciók egyik fő támogatójával, Frans Timmermans holland baloldali politikussal is. Miközben persze, Brüsszelben felszólalásaikban hirdetik, hogy hazánkban tombol a diktatúra. Tényleg a jogállamiságot lépten nyomon építik le. A Momentum a Paksi esettel még lejjebb csúszott. Nem csak azt mutatta meg, hogy érdemtelen a magyar emberek képviseletére, hanem hogy még a legalapvetőbb emberi viselkedésre sem képes összefogást igénylő nagy válságok esetén. A tisztességes, együttműködő, szabálykövető magatartásra, embertársaink és közösségünk egészségének és biztonságának védelmére. A Momentum politikája tehát ma már nem csak az emberek gondolkodására, az egészségére is veszélyes.